Köszöntünk az Axioma Podcastben, amely a fősodor és a divatos irányzatok helyett a keskeny útra visz. Hetente frissülő epizódjainkban a közéletről, a kultúráról és a társadalomról beszélgetünk, keresztény szempontból. Készen állsz arra, hogy bekapcsolódj egy beszélgetésbe, amely új szemléletet ad a világról? Akkor maradj velünk! Áldott új évet kívánok, Tóth Krisztián vagyok, ez itt az Axioma Podcast 15. adása, velem immár az 5., és most már tényleg naptár szerint is a 2. évad indult el. 2024 első beszélgetésén vagyunk itt együtt, és bár eltelt 2 hét az évből, de hadd kívánjunk ismételten minden kedves hallgatónak Istentől megáldott új esztendőt. Idén sem változtak a céljaink, hogy a hazai közéletbe behozzuk keresztjén szempontból azokat a fontos témákat, amik felmerülnek. Mai témánk tavaly év végén robbant be, nem csak az egyházi sajtóba, de ott sokat lehetett olvasni róla. Nem másról van szó, mint a fiducia supplicans, vagy fiducia supplicans, magyarul hiányzó, vagy könyörgő bizalom című nagyport kavart vatikáni dokumentum, vagyis a római katolikus hittani dikasztérium azonos nemű párokra vonatkozó nyitása, enyhítése, áldása. Mindjárt kibontjuk, miről is van szó. Beszélgető partnereim a mai műsorban, Coff Áron, Győri Tamás József és Filemon Norbert. Szervusztok! Szervusztok! Köszöntjük mi is a hallgatókat! Két katolikus és két protestáns résztvevő vagyunk itt a stúdióban. Ez is talán a kuriózuma lehet ennek a beszélgetésnek. Kezdjük veletek! Hitben, idézőjelben idősebb testvérek. Norbert, veled találkoztam december végén a nyilatkozat kiadása előtti nap és az utána levő nap is. Ha jól láttam, akkor eléggé mellbevágott. Mi volt az első gondolatod? Nagyon rosszul érintett személyesen ez a dokumentum. Ennek több oka van. Az első és legfontosabb oka az, hogy ez egy nagyon zavaros és több módon is értelmezhető dokumentum, amihez katolikusként nagyon nem szoktunk hozzá a Vatikán részéről, pláne nem a hittani dikasztérium részéről. Egyébként protestánsként se szoktunk hozzá. Igen. Igen, és lassan eltelt már néhány hét, és láthatóak a gyümölcsei ennek a dokumentumnak, és az egyik legkézenfekvőbb és legegyértelműbb következménye az az űrzavar, amit okozott. Láthatjuk, hogy egész országok, sőt most már egy egész kontinens, Afrika püspökök. Robert Sarah bíboros vezetésével. Ő valójában január 6-án nyilatkozott erről egy nagyon mély elmélkedésében, viszont tegnap hivatalosan is gyakorlatilag elutasították ennek a gyakorlatba ültetését az afrikai püspökök, tehát egy komplett kontinens. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy valóban dokumentum lehetőséget ad arra, hogy megálljanak olyan párokat, és itt ez a lényeg, akiket a dokumentum szabálytalan helyzetűnek ítél. Régebben ezt mi úgy hívtuk, hogy bűnös állapot. Tehát ide tartoznak azok a házasságtörő kapcsolatban élők, akik polgári szempontból újraházasodtak, illetve azok az azonos nemű párok, akik ilyen kapcsolatot tartanak fönn, ami nyilvánvalóan szexuális természetű. És ez a lényege a kapcsolatuknak, ezért nevezük őket párnak. Ami érdekes még az, hogy ez az áldás egy innováció, tehát hogyha megnézzük a fiducia supplicanst, akkor pontosan úgy kezdődik, hogy megvédi az egyház tanítását. Érdekes módon azt írja a dokumentum, hogy szilárdan kitart az egyház hagyományos tanítása mellett a házasságról, és nem enged meg semmiféle liturgikus rítust, vagy liturgikus rítushoz hasonló áldást, amely zavart okozhat. Ezt valóban nem engedi meg, viszont megenged egy olyan áldást, amire nincs precedens az egyház történetében, és úgy tűnik, mintha egy bűnös állapot megáldása
lehetséges lenne ezután a gyakorlatban. Ez tényleg precedens nélküli, hogyha a dokumentumnak megnézzük a lábjegyzeteit, akkor nem véletlen, hogy nagyon kevés utalást találunk ugye az egyház tanítására, akár a katekizmusra, az ezzel kapcsolatos hagyományra, és viszont nagyon sokszor találjuk meg Ferenc pápa nevét, illetve... Tehát önhivatkozások vannak az olasz szövegben? Gyakorlatilag igen, és nem is titok, hogy az a cél itt, hogy az áldások klasszikus értelmezését kiszélesítsék, gazdagítsák, amely ugye szorosan kapcsolódik a liturgikus szemlélethez. Ez a Ferenc pápa pasztorális látásmódján alapul, és valódi fejlődést jelent ahhoz képest, amit eddig az áldásokról a tanító hivatal és az egyház hivatalos szövegei mondtak. Ez egy idézet. Ez egy idézet a Fiducia Supplicans első oldaláról. Szóval ugyanabban a tónusban mondtad, mint az előtte. Ja, igen, bocsánat, igen. Ez igen. Fontos volt. Fontos megvalósítani, de hogy... Igen, szóval ez a lényeg, én így látom, nyilvánvalóan óriási a botrány és a felháborodás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia többek között egy nagyon világos és szerintem bátor megszólalással ezt elutasította. A lengyel püspöki kar is ugyanígy tett például Európában. És majd még beszélgetünk. És erről még beszélgetünk. Szóval igen, nem érintett jól, de hát az egyház történetében voltak már zűrzavaros időszakok. Hogyne, és ugye akár, hogyha gondolunk itt pár száz évvel ezelőttre, ugye egyfajta lelkiismereti konfliktus, amiben sok hívő kerülhet. Történelem folyamán ugye Luther is került ilyenbe, aki azt mondta, hogy veszélyes dolog a szívünk hangja, Isten igéje ellen menni, a lelkiismeret ellen menni. Ugye lefordíthatjuk ezt személyes szára is. De még maradva itt az egésznek így a nagy képénél, akár filozófiai háttér, mi zajlik itt áron? Erjedés? Túl nagy a nyomás? Meglepő volt? Vagy csak egy időkérdése, hogy ezzel így előáll Ferenc pápa? Mert ugye láttunk már ilyet nagy vezetőknél a világban, Obamának is volt bizonyos álláspontja a kérdésről, teljesen ellenezte, és aztán eltelt 8-10 év, és homlokegyenest mást állított. Na de itt azért mégiscsak a pápáról van szó. Neked mi a véleményed? Mi volt az első gondolatod? Hú, azt nem tudom felidézni, az első mi volt, és talán nem is erről beszélnék. Azt mondtad, hogy filozófiai megvilágításba kellene helyezni. Ez döntően egy pasztorális és teológiai kérdés. A kettő nem választható szét, ez fontos hangsúlyozni, mert a kereszténység, hogyha csak, és ebben nyilván nem merülhetünk most el, de a megtestesülés tana eleven nagyon szorosan összekapcsolja az anyagot és a szellemi valóságot. Tehát a kettő soha nem választható szét. És az kereszténységen belül az első és talán legplasztikusabban kifejtett teológiai viták arról szóltak, hogy mennyire szorosan összekapcsolódik a szellem és a test, az anyag és a lélek. Tehát hogy ez megbonthatatlan egység, és ezért az igazság és a gyakorlat az nem két különböző téma, hanem egy. És eddig szerintem a teológia körén belül maradtunk. Ha filozófiailag kell értékelni az egész helyzetet, akkor az egy tágabb kontextus, és talán általánosan annyit lehet elmondani, hogy fogalomkezelésben van, és manapság egyre jellemzőbb egy lazaság. Tehát, hogy a definíciók nem divatosak, vagy ami talán a legfontosabb eszköze a gondolkodásnak a meghatározás. Tehát, hogy elhatároljuk egymástól a különböző kategóriákat, az meggyengült, és lehet, hogy ennek van valamilyen hatása ebben, mert egy bizonyos lazaság, vagy egy bizonyos pontatlanság feltételezhető itt a háttérben. De talán a döntő tényleg az, hogy ez a külön választás, ami viszont egy helytelen külön választás, hogy a teológiát és a pasztorális gyakorlatot azt külön választani szerintem az mélységesen problematikus minden szempontból. Egyetértünk. Értékes kezdő gondolatok áron, és te, mint akihez közel áll a filozófia, és a hallgatók is már ismerhetnek korábbi podcastekből. Köszönjük, hogy így is itt vagy. És Tamás, te, mint a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet vezetője, és egyben evangélikus lelkipásztor, és mint lutheránus keresztény, amikor megláttad ezt a nyilatkozatot, akár eszedbe juthatott a német egyháztest is, mi beszélgettünk korábban, hogy mik voltak benned. Kérlek, fejtsd ki ezt a hallgatók számára is. Igen, mi
tartsuk magunkat inkább ahhoz, hogy nem luteránusnak identifikáljuk magunkat, hanem evangélikusnak. Ez nyilván ez egy, csak egy kitétel azért, mert nagyon fontos az, hogy nem annyira egy adott személynek a kiállása, és ez a személy a fontos, vagy az, hogy mit mondott Luther mondjuk ez az kérdésben, ő tévedhetett. De az evangélium az fontos. Én amikor először találkoztam ezzel, akkor vegyes volt, hogy részben meglepődtem, részben nem. Tehát, hogy kicsit olyan kettős volt ez, amit látott az ember, hogy hát egyfelől meglepő volt, mert mondjuk 21-ben ugyanez a szervezete az egyháznak, ugyanez a rész egy teljesen ellentétes, tehát ez nem olyan régen volt. Tehát melyikre gondolsz? Két éve kiadott egy másik nyilatkozatot, ami pont azt erősítette meg, hogy ezt nem lehet megáldani. Ez így van. És most meg ez az ellentét. Ez ilyen szempontból meglepő volt. Hát abból a szempontból, hogy a pápának azért voltak nyilatkozatai, akár az, hogy ki vagyok én, hogy ugye híres mondása volt egy újságíró, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzek, amikor az egy nőnek. Ha ebben a vonulatba teszem, akkor nem annyira meglepő. És kívülről nyilván én nem látom annyira a belső dolgokat, mert én nem vagyok a katolikus egyháznak egy belső tagja, de kívülről számomra úgy tűnt, hogy, és ezt is megértem egy vezetőnek, tehát Ferenc pápának azt a teljesen jó szándékú lelkipásztori akaratát, hogy egybe tartsa a nagy katolikus egyházat. Amikor látja azt, hogy ugye azért ennek az előzménye azért mégiscsak az, hogy volt egy elsősorban németországi, nagyon erőteljes nyomás, és a szakadással fenyegető nyomás. Tehát, hogy egy vezetőnek nyilván nagyon nehéz helyzete van mindenki, aki fölül van, mert annak, ha egybe akarja tartani az adott rábízott nyájat, szervezetet, akármit, akkor sokféle dolgokat meg kell tűrni. Ez nem csak az egyházban van így, ez így van a politikában, de egy cégnél is így van, tehát hogy ez ilyen szempontból nehéz, és én ezt megértem, ezt a részét. Másik oldalról megmondom, mégis az meglepett, hogy én azt gondoltam, hogy nagyon fontos dolog az, hogy a katolikus egyház, ahogy kiállt ezek mellett, és hogy ebben sok szempontból példa volt protestánsok számára. De úgy látom egyébként, hogy nem csak én, nem voltam ezzel egyedül, tehát hogyha megnézem, hogy milyen reakciók érkeztek a katolikus egyházon belülről, akkor az is nagyon vegyes volt, és hogy nem csak az van, hogy kívülről kritizálják, vagy csak névtelen emberek, ugye például az egyik, aki szerintem a számomra az egyik legfontosabb, az Gerhard Ludwig Müller bíboros, aki hát a hittani, korábban ugye úgy hívták ezt a szervezetet, hittani kongregáció, annak a vezetője volt, tehát hogy aki elég jól ismeri. Csak az előd. Az előd, hogyha ő egy számomra evangélikus számára, és ez viszont örömmel töltött el, hogy nagyon sok olyan reakciót is láttam a katolikus egyház éléről, ugye az említett Robert Sarah, de akár Gerhard Ludwig Müller bíboros részéről, amivel én evangélikusként totálisan tudok azonosulni. Tehát ez volt egy olyan élményem is, hogy na, hát testvérek vagyunk, tehát hogy ezt is. De ugyanakkor az tagadhatatlan, hogy ez biztos, hogy kibékíthetetlen a kettő. Ebben számomra evangélikus szemmel ugyanaz a feloldás, hogy itt a nagy kérdés az, hogy mit tartok fontosnak az életemben. Azt, amit mások, amit mások gondolnak, amit mások szeretnének, vagy azt, amit Isten kinyilatkoztatott. Mi az igazán fontos? Az, amit én gondolok Istenről, vagy amit Isten mond magáról? És hogy mihez kell nekem igazodni? És itt azt gondolom, hogy a kereszténység el fogja veszteni önmagát, hogyha nem ragaszkodik Isten igéjéhez. És ezt egyébként nagy örömmel láttam, hogy akár Robert Sarah bíboros is ezt nagyon jól megerősítette, tehát az ő gondolata az lényegében ugyanaz volt. Ő így fogalmazott, hogy a szabadság, amelyet fel kell kínálnunk a homoszexuális kapcsolatokban élő embereknek, az Isten szabának az igazságában rejlik. Hát ezzel nagyon egyet tudok érteni, tehát hogy igazából az Isten igéjéhez kell kötnünk magunkat, és ahogy Luther annak idején a Wormsi Birodalmi Gyűlésen odakötötte saját lelkiismeretét az Isten igéjéhez, azt gondolom, hogy ma is minden keresztény embernek ez egy nagyon fontos dolog, mert különben el fog mosni bennünket a korszellem. A cikk, amit idéztél, axioma.hu-n jelent meg, Vágvölgyi Gergely fontos írása, amiben Robert Sarah bíboros az afrikaiak egyik vezetőjének fontos gondolatát idézte, ami arra vonatkozik, hogy az igazi irgalom az igazság kimondása,
Isten szavának a hirdetése. Ugye ez egy december 19-i hír, ami mostanra begyűrűzik, hullámverést látjuk, reakciókat látjuk. Folytassuk ezzel egy olyan kör erejéig, hogy milyen reakciókat láttatok, és melyek, amik fontosak, szimpatikusak számotokra még az említetteken kívül. Reagálnék erre, de ezelőtt még szeretnék említeni szerintem egy fontos dolgot, mielőtt itt az egyházat kritizáljuk, vagy a pápát, egyes püspököket. Szerintem nagyon fontos, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi a legnagyobb probléma az egyházban, akkor a helyes szemlélet az az, hogy vegyünk elő egy tükröt, nézzünk bele, és mondjuk azt, hogy a legnagyobb probléma az, hogy mi még nem vagyunk szentek. Tehát ez az elsődleges felelősségi kör. Abszolút. Az egyetlen tragédia az életben nem szentnek lenni, így van, mondta Léon Blois. Tehát, vagy akár Chesterton, ahogy mondta, mi a legnagyobb gond a világban, én magam. Ja. Így van. Szóval szerintem ez a helyes alap, és ebből kell tekinteni az egyházra, vagy a hierarchia tagjaira, mert nagyon könnyű, ahogy említette Tamás is, itt a korszellemet ma mutogatni, ahogy látjuk, hogy a kultúránk éppen összeomlóban van. Ugye ez sem jó, az sem jó. És most mutogathatunk egy olyan helyre is, ahonnan eddig nem vártuk, vagy akár elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy ilyen zavaros botrányt okozó dokumentum. Nagyon nehezen jön. Tudjuk feldolgozni azt, amire már Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik. Igen. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, ez nagyon fontos, most persze nem akarok belemenni exegézisbe, meg tehát ilyen írásmagyarázatba, meg ilyenekbe, de azért ez mégsem azt jelenti feltétlenül, vagy nem szűkíthető ennek a jelentése arra, hogy együtt egy társadalomban élnek a jó meg a rossz emberek, hanem azt, hogy bennünk is megvan a jó és a rossz. Szóval, hogyha ki akarod gyomlálni a rosszat itt és most, tehát ez az apokaliptikus felbuzdulás van benned, akkor az a helyzet, hogy az embereket vágod ketté. Arról nem beszélve, hogy ugye itt a korszellemről, amikor beszélünk, a korszellem az ránk is ugyanúgy hat. Igen. Tehát mind a divat, mind az, hogy amit látunk, ami bennünket körülvesz, az a mi gondolatainkat is ugyanúgy formálja, akik most itt beszélgetünk, és ez ránk is vonatkozik. És egyébként azt is hozzá szeretném tenni, hogy én azt gondolom, hogy azért is beszélgetünk erről, tehát azért is fontos számunkra, mert ez a nyilatkozat ránk is hatni fog. Tehát bennünket is megváltoztat, bennünket is csak azáltal, hogy átgondolom ide-oda, valamilyen irányba befolyásol, ami lehet jó vagy rossz irány, most független attól, hogy hogyan látjuk, de ezt látni kell. Tehát, hogy pont azért beszélgetünk erről, és nem azzal a céllal, hogy most elítéljük ezeket, és megdicsérjük a hamazokat, mert nem ez az igazi cél, hanem nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy hogyan tudom mégis megtartani az életemet a kegyelmi állapotban, amit Isten egyébként azért fölkínál. Tehát Jézus ezért jött a most karácsony ünnepkört, most fejeztük be, vízkeresztkor nem olyan régen volt. Ugye pont ennek a része, hogy megjelent, Isten megváltja ezt a világot, megszabadítja, megtisztítja. És szeretnénk ebbe megmaradni az Isten kegyelmébe, szeretnénk az Isten kegyelmét megtalálni, szeretnénk az Isten kegyelméhez ragaszkodni, na ezért beszélgetünk erről. Igen. És ugye mielőtt akár a reakciókat véleményeznénk, kik vagyunk mi, hogy kritizáljunk, tehát sok egyházi vezető reakcióját valószínűleg pozitívan méltatnánk, az itt említett Robert Szarabi Boros és az egyéb résztvevők, inkább csak a hittani dikasztériumnak ezt a nyilatkozatát fogadjuk meglepetéssel, ha egyáltalán meglepetéssel. Norbert? Igen, igen. Mi volt még benne? Csak mielőtt tényleg én is a magaslóról beszélnék, ugye ismerve a saját életemet, meg azt, hogy nekem mennyi bűnöm van, és mielőtt ugye a pápát, meg ugye a Vatikánt, meg bárkit kritizálnék, ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy szerintem ez a helyes szemlélet, hogy először foglalkozzunk magunkkal, és a mi szintünkkel. És akkor most térnék rá kicsit Ferenc pápára, és az ő pontifikátusára, mert szerintem az viszont fontos, hogy beszéljünk világosan. Uh-huh. És vannak olyan dolgok, amelyek nem érintettek váratlanul, hiszen láttuk, hogy például Ferenc pápa már az élettársi kapcsolat jogi elismerése mellett is érvelt, ami teljesen szemben megy az egyház hivatalos tanításával. Illetve, ezt egy interjúban tette. Más vonatkoztatási rendszerben mozog. Igen. Tehát ha belegondolsz, a
polgári házasságnak az egy társadalompolitikai lépés volt a 19. században, a 20. században részben egy eltolódott a történet, hogy az, tehát az egyháznak volt ugye egy szentségi értelmezése a házasságról, és természetesen volt egy a társadalmi normának jogilag nem formalizált rétegében, mindig is jelen volt a házasság, mint egy természet adta gyakorlat. Igen. Viszont az, hogy ez egy polgári jogi intézménnyé vált, az egy társadalompolitikai törekvés eredménye, és annak a célja végül is az örökösödési joggal függ össze. Tehát azzal, hogy azokat a társadalmi előnyöket ne vonjuk meg azoktól, akik nem a szentségi keretben mozognak. Ugyanez a társadalompolitikai törekvés folytatódik most az élettársi kapcsolat mentén is. És azok a viták újulnak fel, amiket már egyszer úgymond igen. lejátszott a társadalom, amikor létrejött a polgári házasság intézménye. Ami viszont szóval új, az tényleg az, hogy gyakorlatilag a pápa erősít meg olyan gyakorlatot, mit az egyház nem erősít meg. Azt mondtam, hogy tehát itt az illetékesség kérdése fontos. Igen, nyilván ez egy interjú, tehát a formája ennek egy interjú volt, ami lehet egy teológiai magánvélemény is. De miért illetékes magánjogi kérdésség van a pápa? Uh-huh. Ez, hát, jó nekem, kérdés. Ez, igen. Mert mi az egy felvetetted, hogy mi milyen alapon kritizáljuk a pápát, és az alanyiságot, meg az intézményi tekintélyt, azt külön kell leválasztani, nem kell külön választani, meg ilyen kérdéseket tettél föl, szerintem jogosan. A kérdés az, hogy tehát most minden határt, erről is beszéltünk az elején, hogy a gondolkodás minden határon úgy megy át, mint hogyha nem is léteznének határok. Igen. Ezek és külön kategória. És az a szomorú, hogy az nem érhet minket váratlanul, hogy egy zűrzavar van, hiszen ez a pontifikátus a kétértelműségéről híres. Tehát említettem az élettársi kapcsolatokat, szeretném szóba hozni az Abu Dhabi nyilatkozatot is, ugye ez egy dokumentum az emberi testvériségről, a világbéke és a békés együttélés érdekében ez a címe, amelynek egyik mondata, az gyakorlatilag megerősíti, hogy az isteni bölcs akarat rendelkezése a vallások sokszínűsége. Nyilvánvalóan ez a kinyilatkoztatásba ütközik, és ezt például Ferenc pápa megpróbálta megmagyarázni azzal, hogy hát Istennek van olyan akarata, hogy csak megengedő akarat, igazából nem akarja, csak megengedi, meg van aktív akarata, amit aktívan akar. De látható, hogy egy egyszerű ember, hogyha elolvassa ezt a nyilatkozatot, nem arra fog gondolni, hogy hát Isten megengedte, hogy sok vallás legyen. Uh-huh. Hanem az elsődleges értelmezési keret az, hogy Isten azt akarja, hogy itt a vallások sokszínűsége legyen. Mi nyilvánvalóan nem igaz. Aztán a harmadik dolog, amit megemlítenék, ez az Amoris Laetitia apostoli buzdításának az egyik lábjegyzete, a 351., amely gyakorlatilag szinte nagy áron említette, a katolikus tanítással szemben enged meg olyan gyakorlatot, hogy olyan személyek is oltári szentséghez járuljanak, akik mondjuk házasságtörő kapcsolatban élnek, és újra házasodtak polgárilag. Tehát láttuk azt, hogy vannak olyan jelek, amelyek valóban a tanítást akarják az abból helyesen következő gyakorlattól elválasztani. És a fiducia supplicans ennek a nagyon egyértelmű megnyilvánulása. Negyediként említenem a halálbüntetés kapcsán azt, hogy átírták a katekizmust, megint egy ilyen nagyon kétértelmű nyelvezettel, ugyanis valami olyasmit fogalmaztak meg, hogy ez most megengedhetetlen. De ez alatt nem értik azt, hogy megváltozott az egyház tanítása, ami ugye nem változhat meg. Hiszen az Ószövetségből tudjuk azt, hogy a halálbüntetés az megengedett, és az egyház ezt mindig is tanította. Az, hogy ma már a körülmények miatt ez nincs értelme a büntető politikába alkalmazni, ez egy másik kérdés. De ez is azért komoly kérdéseket vet föl. És hát megérkeztünk ide a fiducia supplicanshoz is. Nézzük is meg akkor, én azt mondom konkrétan a dokumentumban az áldás fogalmát, mert hogy egy idézet, nem rituális, hanem spontán áldás, na de mégiscsak áldás. Most ugye a fogalmon megy a rugózás, hogy mi ennek a tartalma. Igen, ugye az a vicc, hogy megjelent egy nyilatkozat, és ezt azért most már
egy kis idő eltelt, és ezt hozzá kell tenni. Ugye ennek ugyan ettől a szervezettől megjött egy értelmezése is, ami mutatja, hogy hát úgy látszik, hogy nem sikerült pontosan fogalmazni. Ahogy elolvastam a tisztázást, még nagyobb zavar keletkezik csak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert az előbb itt szó volt arról, hogy minden határt ugye átlép a gondolkodás, de ezt egyébként jó, hogyha megjegyezzük, hogy mivel ugye mégis egyházból, keresztény szempontból beszélgetünk erről, a kereszténység az tudja azt, hogy az, hogy vannak határok, azok nagyon jó dolgok. Tehát, hogy pont nem az Isten az, aki le akarja bontani a határokat, hiszen akár az egész teremtett világban az élethez szükséges a határ. Nézzük meg a biológiában, nincsen sejt, fal, akkor ott összekeverednek az anyagok, akkor az a halált jelenti. Tehát, hogy igenis szükséges elválasztások, határokkal élni, mert az teszi lehetővé az életet, ahol nincsenek határok, ott anarchia van, és ez egyébként nem az isteni, tehát a progresszivitást, hogyha vizsgáljuk így, és ezt nézzük ezzel a szemmel, jó, hogyha mellé rakjuk azt a gondolatot, hogy soha nem az Isten az, amelyik a rendezetlenség felé vezeti az embert, az mindig a diabolos, így is hívják, az összedobáló a Bibliában, a gonosz erőnek az egyik neve, és nem pedig az Isten, aki viszont rendezi, és azt mondja, hogy legyen ez, legyen az, legyenek határok, a világosság, a sötétségtől, stb. Tehát, hogy ezt nagyon fontos mellé helyezni, amikor látjuk azt, hogy a rendezetlenség felé. És itt összeír, amit mondtatok, mert Norbi is arról beszélt, hogy tehát következhet a természet rendjéből, következhet a sokféleség. De ez nem az igazság sokféleségét, vagy nem egy ilyen perspektivizmus jelent, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, és ezek összeütköznek, ugye ez a politeizmus struktúrája, hogy egymáshoz mérhető különböző ilyen centrumok vannak, és a valóságnak több centruma van, és ezek összeütköznek. Szóval az igaz, hogy a tökéletesség a természetben a sokszínűség képében tükröződik. De ebből nem a vallások pluralitása következik feltétlenül. Bocsánat, és még mielőtt az áldásról beszélünk, még egy dolgot ide szeretnék rakni, hogy ez a fajta szemlélet, az egyrészt nem keresztény szemlélet, ez amikor a pluralitást egyféle értéknek teszi a különböző nézőpontokat, mert a keresztény szemlélet, az a Szentírás alapján azt mondja, hogy ez a teremtés, ez megromlott teremtés. Tehát egyébként pont az a sokszor érv, hogy azért áldjunk meg egyneműeket, mert ő nekik ez a természetes, így teremtette őket Isten, ez kihagyja azt, hogy egyébként egy megromlott teremtésről beszélünk. Tehát, hogy akár a saját érzéseimet is, és most itt, hogy ne csak másról beszéljek, vizsgálnom kell, hogy nem feltétlenül jók azok a vágyaim, amik bennem vannak. Tehát semmilyen szinten, tehát még akkor is, hogyha heteroszexuálisként élem az életemet, nem biztos, hogy az a vágy, ahogyan a feleségemre tekintek, abszolút, az helyes. Tehát, hogy ezt is vizsgálnom kell, hogy ez hogyan tud azani, azért, mert minden arról szól bennem, hogy hogyan szakadjak el. Erre mondja Pál apostol azt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak erről a testében. Egyébként érdekes ez, mert talán a korszellem, mint létező szellemi struktúra összefüggésben nem hiszek, de az tény, nehéz tetten érni, de hogy van valamilyen kulturális háttérsugárzás, és szerintem abból következik talán az, hogy ugye mindenhez jogunk van. Tehát minden szolgáltatásnak tekintünk, és természetesen, mivel a piac elvei a meghatározóak a társadalomban, és majdnem minden emberi viszonyt lefordítottunk a piaci működések logikájára, ezért úgy gondoljuk, hogy mindenkinek ugyanaz jár, mindenkinek függetlenül élethelyzettől, magatartástól hozzá kell férnie mindenhez. És hogy Isten is ennek a játéknak a része. És pontosan, és ez egyfajta az elosztó igazságosság elvét is magába foglalja, tehát hogy és természetesen nem lehet zárva tartani semmit, semmilyen társadalmi előnyt senki elől, és hasonlók. Csak ez egy félrevezető gondolat, és az is nagyon, az egésznek a mélyen szerintem a probléma az, hogy lemondunk arról, hogy valamilyen objektív mércéhez mérjük magunkat. És azt gondoljuk, hogy felülbírálhatatlan az, aki én vagyok, és ahogy én éppen jelen vagyok a társadalomban. Tehát, hogy ha én például egy rendezetlen kapcsolatban élek, most fontos, hogy itt nem a homoszexualitásról van szó feltétlenül, hanem teljesen mindegy, egy olyan helyzetről van szó, ami rendezetlen. Uh-huh. Tehát ez is az a fogalom, amit használ. Akkor hogyha én azt gondolom, hogy ez nem számít, ez teljesen mindegy, és nekem
nekem szükségem van erre az áldásra, és fontos, hogy ezt a helyzetet is ebbe beleértsük, akkor kérdés, hogy mit gondolok az áldásról, milyen objektív rendigény fejeződik ki ebben, mert szerintem semmilyen. Mondom, szerintem az egésznek a hátterében ott van ez a szubjektivizmus. Uh-huh. Igen, és ráadásul, amit említesz, tehát, hogy a dokumentum azért váltott ki igazából óriási felháborodást a 2021-eshez képest, mert a katolikus egyházban eddig is volt lehetőség a bűnösök megáldására, de soha nem volt precedens arra, hogy egy bűnös kapcsolatot áldjanak meg. Tehát, és az a baj, hogy a dokumentum párokról beszél, és, nem is, és az a gyanúm, hogy nem is született volna meg enélkül a cél nélkül. Figyelj, nem lett volna értelme, mert bármelyik homoszexuális megáldja a pap. Igen. Érted? Igen. Meg nem kérdezi meg a megáldott emberektől, hogy egyébként homoszexuális vagy-e. Sőt, egyébként mi szóval. ne, hogyha nem emeljük ki, ezt helyesen teszi a teológia idáig, hogy megáldja, mert bocsánat, persze. Ne emeljük ki a homoszexuális, miért megáldanak sikasztókat, persze, nem tudom, tehát persze. Engem is megáld a pap, pedig egy csomó bűnöm van, szóval ezt helyesen teszi, ezt úgy teszi, ahogy azt az evangélium előírja. De amikor már egy kapcsolatot áld meg, akkor azzal kvázi Isten előtt is elismertnek, legalábbis úgy mutatja be, mintha ez Isten előtt elismertene, vagy kvázi kényszeríti Istent arra, hogy ezt a kapcsolatot elismerje, annak ellenére, hogy egyébként Istennek erről a véleménye elég világos, hiszen kinyilatkoztat, ezt a kinyilatkoztatásból, a Szentírásból tudjuk, hogy Isten mit jelent. Ezt megerősítette Jézus is, a többi, az apostoli tanítás, az egyház tanítása is ugye erre épült, amin nem tudunk változtatni. Azt hiszem, hogy bevallom nektek őszintén, értem, amiről most itt szó van, de ha nem a kapcsolatra vonatkozik, akkor mire? Ugye azt sejteti a dokumentum, hogy a kapcsolatra vonatkozik, aztán a dikasztérium tisztázni próbál most csak ezért, hogy mégsem a kapcsolatra vonatkozik, szóval nem tudom, hogy ki tud ebben a kérdésben rendet tenni. Én azt vettem észre, és az érdekes dolog, hogy a reakciókat, hogyha megnézem, és nem azt, hogy most mi hogyan reagálunk rá, vagy laikusok hogyan reagálnak rá, hanem maga a római katolikus egyháznak a bíborosai, és nézzük meg, hogy milyen nyilatkozatok születtek, akár Németországban, angol szeszörületen, hogyan fogadták ezt a nyilatkozatot, és akkor azt látom, hogy mindegyik azt mondja, hogy na, végre egy progresszív erőlépés, miért? Hogy megáldjuk a homoszexuális. Végre az első lépést megtettünk afelé, hogy majd ez a változás létrejöjjön. Másik oldal pedig azt mondja, hogy ez ellépés volt, tehát akárhogyan is értelmezzük, ilyen szempontból a dikasztériumnak a magyarázata az indiferens, mert az a kérdés, hogy hogyan értik az emberek, és az egész biztos ugye Afrikában pont ezért tiltották be, hogy összezavarja az embereket arról, hogy most mit is kell tanítani. Tehát, hogy most magyarázgatunk dolgokat, csak éppen senki sem érti, tehát akkor valószínű, hogy valami nem egészen tiszta. Igen, és hallgattam egy kommentátort erről, egy amerikai papot, és ő azt mondta, hogy nagyon találóan egy ilyen műsorra, hogy az egyetlen dolog, amit egy azonos nemű pártól elvár Isten, az egy azonos nemű kapcsolattól az, hogy vessenek ennek véget. Uh-huh. Ez az egyetlen dolog, és az első dolog, amit elvár Isten egy ilyen kapcsolattól, és nyilván egy bűnöstől is a megtérést várja el. Igen, Jézus azzal kezdte a földi szolgálatot, hogy azt mondja, térjetek meg, mert miért? Mert elközelített a mennyek országa. Tehát Isten ezt várja tőlünk, minden embertől azt várja, hogy az életünk Istenhez térés, Istenhez fordulás legyen. Tehát abból, hogy én elszakadok Istentől, és saját utamat járom, és én találom ki, hogy mi legyen a jó, én mondom meg, hogy mik a szabályszerűségek, én mondom meg, ahelyett forduljak oda, hogy megpróbálok belehelyezkedni az Isten törvényszerűségébe, az Isten szabályába, és ő szerinte élem az életemet. Tehát pont ez a meghívásunk, Jézus által is ez a meghívásunk, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Viszont, hogyha nem térek meg, hanem Istent térítem magamhoz, ami nem fog sikerülni, de és nem azért, mert Isten ennyire merev lenne, hanem azért, mert a másik út az nem járható. Uh-huh. Tehát Isten az élet forrása, Isten az igazság, Isten a szeretet. Hogyha ezeket elválasztom, ettől elválasztom magamat, akkor ezektől szakítom el magam. Lehet, hogy többen láttátok a Netflixen a Két pápa című filmet. Egyfajta ideológiai törésvonalat vizionált, konzervatív és progresszív, ugye Francisco elődje 16. Benedek, akire egyébként Szára bíboros is hivatkozik, Norbert Áron. Vajon most forog a sírjában 2022. december 31-én elköltözött korábbi pápa?
Azért érdekes ez az egész felvetés, mert mindenki konzervatív pápaként hivatkozik 16. Benedekre, aki tulajdonképpen nem volt konzervatív. Uh-huh. Szóval megint egy nagy kérdés az, hogy mit jelent konzervatívnak lenni ugye teológiai értelemben, hogy egyáltalán létezik-e ilyen, vagy mit jelent progresszívnek lenni teológiai értelemben, tehát ezek nagyon nehezen, ezek nyilván politikai fogalmakról van szó. És tudjuk ezzel azt... vitatkoznék, lehet, hogy Tamás is, de kérlek. Nyugodtan vitatkozz, akár most. Carl Truman, mindjárt be fogom hozni, de kérlek, vidd végig a gondolatot, aztán Norbert, és utána megnézzük a protestáns reakciókat Truman kapcsán. Szóval van egy összefüggés a politikai és a teológiai nyelvezet között, amire már, hogy más nem mondjak, Kásmit rámutatott a Politikai Teológia című művében. Gyakran a politika használatba vesz teológiai fogalmakat, mint például a szuverenitás fogalmát, vagy a nép fogalmát, ami a keresztény teológiának volt a népfogalma, vagy a személyfogalom keresztény teológiában kidolgozott fogalom, amit utána nyilván utána a jog is felhasználja, aztán felhasználja a politika is. Tehát nyilván a teológusok is a társadalmi valóság része, és a teológia is a társadalmi valóság része. Tehát egy kölcsönhatás van. És az sem kizárt, hogy utána a politikától a teológia visszavesz fogalmakat, vagy szintén kölcsönvesz. Tehát ezeket nem zárom ki. Ezek mindig a legizgalmasabbak a fogalomtörténetben, amikor egy valamilyen keretből egy másik keretbe átkerül egy fogalom. Tehát ez nyomon követhető szerencsére. De azért nekem elsősorban mégis a progresszió az egy politikai fogalomnak érződik még mindig, és hát a konzervatív is, ráadásul a konzervatív az egy nagyon konkrét történeti összefüggésben értelmezhető fogalom, ami már a politikában is problematikussá vált a 19. század után. Hát behozhatjuk akár az evangéliumi vagy bibliait ellenben a liberális, progresszív, újító, ettől ellépőtől. Norbert, 16. Benedek versus Ferenc pápa, Argentina és Németország közti mérkőzés, hogy dől el szerint? Hát szerintem nagyon, nagyon szomorú, hogy ilyen kettősségről kell beszélnünk. Kell beszélnünk? Szerintem nem kellene. De nem kell egyébként, mert tehát az a helyzet, hogy mi legalább a fele annak, amit egyáltalán ezekről a kérdésekről mondani tudunk, azok médiatermékek. Uh-huh. Tehát média, szóval beszéltünk média pontifikátusról is, meg média pápáról is, egész egyszerűen, mert a média legyárt nekünk egy pápa képet, és mondjuk a II. János pápa esetében kezdődött, csak ott nem vált még nagyon el a pápa szándékától ez a média kép, csak ott nagyon erős volt a média jelenlét már. És a II. Vatikáni zsinatnak is annyira erős média figyelem övezte, hogy a média figyelem vissza is hatott a zsinati folyamatra. Szóval ez egy nagyon érdekes dinamika, hogy a látszatok mennyire hatnak vissza erre. De csak ez szerintem azért egy nagyon érdekes kérdés, mert ma az emberek, akiket el kell érjünk az evangéliumban, azok a médiából tájékozódnak, és nem pedig az egyházi iratokat fogják nézni, és nem azt nézik. Tehát ezért szerintem ez egy nagyon éles kérdés, és nyilván mi most itt azt vizsgáljuk, hogy mit mond a média, de szerintem helyesen tesszük, mert ennek van nagyobb hatása az emberek életébe. Pont azt kell felerősíteni, azért beszélünk most itt a médiába, arról, hogy egyébként mi, vagy arról szeretnénk, én legalábbis így gondolom, hogy az a célja ennek a beszélgetésnek, hogy visszavezessük azt, hogy megerősítsük azt, hogy mi a kereszténység tanítása. De Norbert, bocsánat, itt mindig elveszik, de olyan jó felütéseket adsz nekünk. Igen, hát 16. Benedek az én szívemhez nagyon közel állt, mint pápa, és én értem Áronnak a gondolatát arra most, hogy mennyire volt konzervatív teológiailag, vagy mennyire nem. Ez nyilván egy kicsit ilyen belsős katolikus. Ő maga mondta azt, hogy nem konzervatív. Igen. De azt is értem, hogy valahogy helyre kell tenni azt a különbséget, amit mindenki érez, mondjuk a Ferenc pápasága és a Benedek pápasága között. Valahogy magamnak úgy fordítottam le ezt a dolgot, hogy igen, a média, meg a liberális média persze kiforgathatja a pápa szavait, ami Ferenc pápa esetében is sokszor megtörtént. És általában azokat szeretik tőle, azokat a tanításokat kiemelni, amik nekik kedveznek. Meg nyilvánvalóan kevésbé említik a mondjuk úgy a jó dolgokat. Tehát ami Ferenc pápa egyébként is jellemző az, hogy van valami, történik valami bántóan kétértelmű, vagy valami megmagyarázandó rögtön abból, amit mond,
aztán másnap pedig elkezd beszélni egy nagyon komoly alapvető keresztény igazság, hogy harcoljunk a sátánnal, nem tudom, hogy a béranyaság az megengedhetetlen, hogy aki abortuszt akar elkövetni, az olyan, mintha egy bérgyilkost fogadna föl, ilyen dolgok. Tehát van egy ilyen, mintha egy ilyen politikai kettősség lenne ebben. Viszont amit akarok mondani az az, hogy sajnos én úgy látom, hogy stabil és szándékos kétértelműség jellemzi ezt a pápaságot. Ez szomorú, nem szoktunk ehhez hozzá, és nem lehet csak a médiára kenni ezt. És itt is csatlakozok Áronhoz, hogy egyszerűen máshogy használunk fogalmakat, de a fogalmak megváltoztatását nem lehet következmények nélkül átvinni. És rögtön itt a szabálytalan helyzetnél vagyunk, vagy a rendezetlen helyzetnél. Eleve problémás, mert mondjuk egy olyan pár esetén, mondjuk egy barát-barátnő esetén, akik mondjuk szexuális kapcsolatot folytatnak, mondhatjuk, hogy valami rendezetlen, szabálytalan, ez nem Isten akarata szerint való, de tudják ezt rendezni, szexuális életet majd akkor folytatnak, ha összeházasodnak. Ezt lehet rendezni. Valami szabálytalan volt, szabályos lett, valami rendezetlen volt, rendezték. De ezt a fogalmat használni például egy azonos nemű párra, hogy ez egy szabálytalan kapcsolat, vagy egy rendezetlen kapcsolat, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez egy bűnös kapcsolat, tehát mintha lecserélnénk alapvető keresztény fogalmakat, és szerintem ez veszélyes. Így igaz. Záró altémakörünkhöz érkeztünk, protestáns reakciók, Tamás, mindjárt neked adom a szót. Bevezetőként az említett Carl Truman szerint a külső szemlélő egységesnek látja a keresztény egyházat, így van hatással ránk is, mondom, baptistaként, vagy evangélikusként, vagy mondhatja egy református testvérünk. És ez a nyitás, ami most azért történik, mint a kismalacos mesében, ugye a farkasnak, amikor kinyitják résre az ajtót, először csak a mancsát teszi be, majd ugye idő kérdése, hogy be fog jönni. Mi zajlik most, és hogy látod a hatását ennek az egésznek a protestáns világra, Tamás? Hát én azt gondolom, hogy nem most kezdődött ez el, tehát hogy nem arról van szó, hogy most a katolikusoknál történt valami, ami nagyon rossz, hanem a protestáns egyházakban is nagyon sok minden történt már, és azt gondolom, hogy sok határt átléptek, vezetők is nyilatkoztak úgy, tettek úgy, ami abszurd. Most, hát akár azt mondom most, hogyha saját házam táján szeretnék söprögetni, hogy nemrég volt az egyik evangélikus püspöknek egy elég érdekes nyilatkozata az eutanázia kapcsán, ami ugye megint csak egy másik nagyon érdekes kérdés, amiről lehetne beszélni, ami azt gondolom, hogy sokkal inkább a korszellemnek felel meg, mint sem az Isten igéjének és annak a mércének. De én inkább visszatennék az elején, kérdezted ezt, hogy az áldás fogalom, és maga az áldás, hogy van. Ugye az áldásnak is többféle értelme van, tehát ezt a teológia, ugye egyrészt van egy olyan értelme az áldásnak, amikor én valakinek jót kívánok. Az áldásban van egy imádság is, mint ami áldom Istent azért, hogy ezért ezt tette nekem. Tehát Isten dicsőségével is vagy összefüggésben van. De ugye itt alapvetően, amikor egy kapcsolatot megáld egy pap, akkor nem ennek az aspektusnak van létjogosultsága, hanem ez az Isten áldásának a továbbadás. Az első áldás, ami a Bibliában szerepel, az Mózes első fejezetében, ugye először az ötödik napon hangzik el az áldás, amikor a vízi élőlényeket és a szárnyasokat Isten megteremti, és megáldja őket, és azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És aztán a hatodik nap is jön az áldás, amikor az állatokat és az embert megteremti Isten, és azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Tehát az Istennek ez a fajta áldása, amit például egy házasságra, egy kapcsolatra teszek, az összefüggésben van azzal, hogy sokasodj, bővölködj, jöjjön létre újabb élet. Na most itt ugye ezzel kapcsolatban ilyen áldást, amikor, és ezt valójában, amikor azt akarják, hogy áldjak meg én egynemű házasságot, akkor valójában azt szeretnék, hogy ezt az Istennek ezt az áldását, mert ilyenkor a házassági áldásban a pap, a lelkész, az valójában ezt közvetíti. Ebben az áldásban, tehát Isten áldását erősíti meg, hogy rendjét töltsétek be,
és szaporodjatok, sokasodjatok. Na most ugye itt ugye több probléma merül föl. Egyrészt szaporodás, sokasodásra nem nagyon van lehetőség, tehát ebből ez egy meddő szexuális kapcsolat, ami van. Itt ugye megint csak egy probléma van. Ha viszont azt mondjuk, hogy ebben az esetben a pap nem az Isten áldását továbbítja, akkor viszont mégis mi csinál? Ja, nincs tehát hatalma. Számomra az a kérdés, hogy mi, mit? Tehát akkor most itt kilép abból a szerepből, amit Isten, Istenre elhívták, és azt mondták, hogy ezt akkor add tovább, legyél te az Isten szolgája, és továbbítsd az emberek felé a kegyelmi eszközöket, Isten kegyelmét, akkor itt most magánként úgy suttyomba meg sem, akkor mégis ez mi? Tehát számomra ez egy kicsit problémákat vet fel, és azt gondolom, hogy összefoglalva én úgy látom az egészet, hogy ez nem a katolikus egyház belügye, és nem csak a katolikus egyházra jellemző történet, hanem ez sajnos az egész kereszténységre, egész nyugati kereszténységre jellemző. És én azt gondolom, hogy mivel időnk nincsen túl sok, ezért csak annyit mondok, hogy számomra az a legfontosabb, azt szeretném aláhúzni, hogy a kereszténységnek a jövője az, hogyha az Isten kinyilatkoztatásához visszatérünk, ugyanis semmit nem tudunk arról, hogy milyen Isten, lehet elképzelésünk, csak ez nagyon bizonytalan lesz, de semmit nem tudunk igazán azon kívül, amit Isten maga nyilatkoztatott ki magáról. A testélet igéről is csak azt tudjuk, ami a Szentírásban megjelent, és ezért nagyon fontos dolog újra és újra a keresztény embereknek és a kereszténységnek középpontba helyezni a Bibliát. Nem azért, mert mi egy könyv imádók akarunk lenni, hanem azért, mert a könyvön keresztül Isten ezt adta, Isten azért adta ezt a kinyilatkoztatást, hogy kapcsolatba tudjunk vele kerülni. Ekkor viszont nagyon fontos dolog, hogy nem csak azt kell elfogadnom, amit én gondolok Istenről, hanem azt, ahogy a nőben mutatkozik. Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, Tamás, és már csak annyi időnk van zárásképpen, hogy mindannyiatoknak célzottan egy személyre szabott kérdést hoztam. Kérlek, hogy szigorúan egy mondatban válaszoljatok, és utána le kell, hogy zárjuk az idő miatt. Nehéz lesz. Ez így van, de Tamás, maradjunk nálad. Vajon megszűnhet etikai szövetségese lenni a Római Katolikus Egyház az evangéliumi kereszténységnek? Erre azért nehéz egy mondatba válaszolni, de megpróbálok. Szerintem nem. Uh-huh. És azért gondolom, hogy nem, mert a Római Katolikus Egyház az nem egyenlő a római pápával. Uh-huh. Áron, az LMBTQ lobby tényleg akkora volt, hogy nem tudott a nyomásnak engedni még a katolikus vezetés sem? Nagyon sok implikációja a mondatnak, ezért nem válaszolnék rá. Nagyon bonyolult témát vezettél fel. Rendben, elfogadom. Norbert. Lehet, hogy nekem is ez kellene, ez egy jó megoldás. A tavaly 10 éve hivatalban levő jelenlegi Pontifex Maximus, ugye gondolni kell az utódlásra hamarosan. Ha mondhatnál egy nevet, hogy ki lesz Ferenc pápa utódja, mit mondanál, kit mondanál? Senkit. Amit mondanék, az az, hogy helyzetre, ugye a Galatákhoz írott levélből idézem, Szent Pál írja, hogy az egész helyzetre mondom ezt. Amikor azonban Péter Antiókiába érkezett, szembeszálltam vele, mert okot adott rá. Én remélem, hogy minél több püspök követi Szent Pál példáját, amikor ki kell javítani Péter utódát. Így van. Akár Péter utódja, akár nem, mi protestánsok, ugye a Máté 16-ban elhangzó Tu es Petrust kicsit máshogy értelmezzük, nem is tartjuk tévedhetetlennek a Szent Atyát, de tiszteletben tartjuk a nagyobbik egyháztestnek erre vonatkozó véleményét. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai adásba. Ha Isten is éltet minket, akkor januárban még két új epizóddal jelentkezünk. A jövő héten annyit elárulok, hogy egy különleges egyedülálló film premier kapcsán jövünk, ami a hazai mozikba is meg fog jelenni. Cofáron, Győri Tamás, József, Filemon Norbert, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Búcsúzom Tóth Krisztián és kollégáim nevében. Hálások vagyunk a technikai stáb munkájáért is. Ritkán hangzik el a nevük, de Pénzes Bence, Hatvani Krisztián és Kovács Gábor, köszi nektek is, srácok. A szó elszáll, a többit már úgy is tudjátok. Mára ennyit, viszont hallásra, viszont hallgatásra. Sziasztok! Szervusztok! Köszönjük, hogy velünk voltál. Ha tetszett a beszélgetés, kövess minket a podcast felületeken, látogass meg az axioma.hu-t, és mesélj rólunk a barátaidnak is.